Maradok, de pokollá teszem az estédet. Igéni meg kedvesének Patrícia, mert valójában semmi kedve a régi barátjánál és annak mennyasszonyánál vacsorázni, mivel még csak nem is ismeri őket. A felszínes csevej közben egy szót sem szól, melyből a vendéglátó pár azt a következtetést vonja le, hogy Patrícia külföldi. És ennek megfelelően is bánnak vele. Patrícia örömmel veszi a lapot, és válik számára és a közönség számára is egy feszült hangulatú vacsorából egyre szórakoztatóbbá az este. És bár párja többször megpróbálja barátjának elmondani az igazat, azok nem hisznek neki, még végül az utolsó pillanatban kiderül az igazság. A Velence hóban igazi pihentető vígjáték, és hogy pont most kerül színre, az sem véletlen, mondja Locz Kati, a teátrum igazgatója, hiszen egy jó vígjáték jó végszó egy sikeres évadhoz. Ez egy bevált dolog. Tehát jó, jó örömmel. Pláne, hogy májusban már az ember nem a nehéz dolgokra gondol, hanem inkább a nyár irányában kicsit a boldogabb, könnyedebb dolgokat szereti jobban, és nekünk is ez így jobb. És hozzáteszem azt, hogy nyilván hogy most játszunk pár előadást, de ezt a darabot jövő évadban is fogjuk már ősztől játszani. Ami ebben a darabban érdekes, hogy a külföldiek témájához úgy nyúl hozzá, hogy mindannyian tudunk rajta jól szórakozni. Tehát itt két pár találkozik, és az egyik párból a hölgy, ő nem ismeri a többieket. És mivel nincs kedve az egész találkozáshoz, ezért úgy csinál, mintha nem szólal meg. És ebből a többiek azt gondolják, akik nem ismerték, hogy külföldi. És elkezdik úgy kezelni. Például beszélnek róla a jelenlétében, mintha nem érteni. És a többi. És ilyen élményünk azt hiszem, hogy mindannyiunknak van. Tehát mindannyian voltunk már külföldön, mindannyian éreztük már úgy, hogy szellemileg elmaradottnak vagy visszamaradottnak kezelnek minket, mert a nyelvet nem beszélünk jól. És közöttünk is vannak idegenek állandóan, és jót lehet nevetni ezeken a helyzeteken, azt gondolom. A darab rendezője Kilian Klapper színészként már járt a Deutsche Bühne színpadán. Azt mondja, számára az az érdekes ebben a darabban, hogy sokszor fordul elő, hogy valaki mond valamit, és a többiek elhiszik anélkül, hogy meggyőződnének annak igazságtartalmáról. Ma az internet világában pont ez történik. Számtalan hírt hallunk és hiszünk el, miközben ennek sokszor semmi köze a valósághoz. Ez a darab 2003-ban íródott, és pontos tükr a világunknak, mely tele van álhírekkel. Az is érdekes, hogy a darabban Franciaországban járunk, és szó esik Jugoszláviáról, illetve a Balkánról, ahova ők Magyarországot is besorolják. És képek, előítéletek jönnek elő egy országról, egy kultúráról, ahol még sohasem jártak, és amit egyáltalán nem ismernek. Ez egy nagyon tipikus gondolkodás, hiszen számtalan esetben esünk mi is ebbe a csapdába. Új színészt is köszönhet a társulat Tom Baldoff személyében, aki a veszekedős pár férfi tagját alakítja a darabban. Tom sosem járt még Magyarországon, és hosszú ideig filmezett, de szeretett volna újra színházban játszani, és szerette volna megismerni Magyarországot. Így kapóra jött a felkérés. Személyes élményem, hogy pont ezt a helyzetet éltem meg, mint a darabban a párom. Idegennek néztek, bámultak rám és beszéltek rólam a hátam mögött. Nagyon rossz érzés volt, így pontosan átéltem azt, amit a partnerem érezhet a darabban. Ez egy nagyon nehéz helyzet és nehezíti, hogy nem vagyunk jóban a műben. Érdekes színészi feladat, nagyon élvezem. A színház már a következő évad tervein dolgozik. Tovább visszük ezt az előadást, ezt a vígjátékot a Velence hóban. Tovább fogjuk játszani a Macbethet, mert még azt sem tudta kifordni magát igazából. És mindenképpen játsszuk tovább az osztálytermi darabunkat, ott a NET fogságában, ami nagyon pozitív fogadtatást kap. Vannak Mesék a bőrönből produkcióink, amiket szintén játszunk jövőre is. És megrendelésre a verses estünket is játsszuk továbbra is, a Valéria verset világát. A következő évadot egy mesével fogjuk kezdeni. Annak az a címe, hogy a szörnyű öt, vagy a rettenetes öt. Öt csúnya állatról szól. Aztán lesz egy ifjúsági programunk, Robinson és Crusoe címmel a felsőtagozatosoknak és gimnazistáknak, amit iskolákban is tudunk játszani, és színpadon is, tehát ez nem osztálytermi darab, de vándoroltatható darab. És aztán az őszi fél évnek a vígjátéka pedig a nyolc nő lesz. Nagy tervünk, mondja Locz Kati, hogy a színházat, mint teret és mint művészeti tevékenységet még inkább bevigyük Szekszárd közéletébe. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak a feliratozással, valóban mindenki számára érthetővé válnak a darabok.
és nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni a következő évadban a színházi pedagógiára is, mert így lehet nevelni a jövő közönségét. Viszont! 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 Viszont!